Jó estét kívánok! Karácsony és új év között még kicsit visszatér a közélet és a politika a képernyőkre. Ilyen délután ez a mai is. Érdekes témáink lesznek és érdekes vendégek, úgyhogy tartsanak velünk, be is mutatom a mai vendégsereget. Itt van Ónodi Molnár Dóra, a Jelen újságírója, Tüttő Kata, szocialista főpolgármester helyettes. Jó estét, és Nunkovics Tibor, a Jobbik országgyűlési képviselője. Jó estét mindenkinek. És mielőtt nagyon rászívódunk a politikára és a közéletre, azért egy tök privát kérdés mindenkihez, hogy kinél mi volt a szentestei menü? Mondják el gyorsan, mert hogy ez még elárul valamit az emberekről. Szóval, hogy miért neved, Kata? Mert már annyi beigli volt, hogy már pont elfogyott a beigli, de nálunk ilyen nagyon hagyományos volt. Tehát hagyományos a hal is, meg hagyományos a szárnyas is. Hát melyik a kettő nagyon, közül? Nagyon hagyományos, mert hal is, meg szárnyas is. Mert az egyik gyerek eszik halat, a másik gyerek nem eszik halat, úgyhogy az egyiknek csirke volt, a másiknak hal. Halászlé, beigli és fagyi. Főpolgármester helyettesi karácsony esti asztal. Tibor? Szokásos, hagyományos nálunk is, tehát volt leves, volt szárnyas. A leves az halászlé, vagy más típus? Volt halászlé is, egy kis adag, mert valaki a halászlét szeret ide. Én mondjuk pont húsleveses vagyok, tehát én azt szeretem ilyenkor is, meg természetesen kis káposzta beigli. A hal ezek szerint megosztó, Dóri. Azon agyalok, hogy hol a beugratós része a kérdés. Civil érdeklődés. Azt vettem észre, hogy az embereket érdekli. Most egyébként nem tudják, hogy Tüttő Kata főpolgármester helyettes, a Jobbik országgyűlési képviselője és a Jelen újságírója. Egyébként mit tálal fel a karácsonyi asztalra? Most megtudta. Kivéve, ha az Instagramon követnek minket. Édesanyám tálalta fel, úgyhogy mi megcsináltuk a teszteket, mielőtt meglátogattuk őket, és úgy döntöttünk, hogy szeretnénk együtt lenni, és ő húslevest egyébként, és szárnyas ételeket tálalt elénk. Bocsánat, csak annyit akartam mondani, hogy nálunk maximum a tálalás köszönhető, nekem az elkészítés már kevésbé. Abban nem szoktam jeleskedni, megmondom őszintén. Na gyorsan elmondom a nap kérdését. Ma ez lesz az utolsó témánk, de tudnak még változtatni a szavazati arányokon, amihez ebben a percben úgy láttam, hogy túl sok vita nem fér, hogy melyik a többségi álláspont. Már is mondom a kérdést, Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter, korábban azt mondta, lesznek olyan szabályok, amelyek különbséget tesznek a koronavírus ellen beoltottak és az oltatlanok között. Egyébként a németek például nem tesznek különbséget, a spanyolok pedig regisztrálják az oltást megtagadókat. Az volt a kérdésünk, hogy önök mit gondolnak erről? 89% azt mondja, hogy nem lehet különbséget tenni, vagy legalábbis nem lenne jogos különbséget tenni. 11% úgy vélekedik, hogy több jog illeti meg azokat, akiket beoltottak. Beszélünk majd erről is. De azzal kezdünk, hogy elindult a kampány a Facebookon, a közösségi médiában úgy tűnik, hogy biztosan. Legyünk bátrak és hangosak, Rákai Filip így toboroz Facebook aktivistákat, és elindult a magyar Facebook oldal is. Ime. A tét óriási. Minden közéleti kérdés ma már a neten dől el, így a 22-es választás is itt a Facebookon zajlik majd. Csak akkor tud felülkerekedni a nemzeti oldal, ha mindenki beleáll. Legyünk sokan, legyünk bátrak és hangosak. És ha érzed magadban az erőt, jelentkezz a Megafonnál. Neked is segíteni fognak. Hajrá, patrióták! Legyünk bátrak és hangosak, ez ugye az egyik kulcsmondat, mert hogy a kormányzat szimpatizánsai most gyávák lennének, vagy csendesek. Szóval, hogy mi lehet az aggodalom, vagy mi lehet a gondolat amögött, hogy Rákai Filip most úgy érzi, hogy egy ilyen kiáltvánnyal kell a nemzet elé állnia? Még véletlenül sem szeretnék abba a székbe ülni, ahol azonosulnom kellene Rákai Filip gondolataival, és ha nem jöttem volna ide, akkor szerintem soha az életben nem nézek bele. De így is lekapcsoltam néhány másodperc után, úgyhogy ezt én át fogom adni ezt a témát. Csak azért kötözködnék egy kicsit, Kata, mert hogy amikor a polgári köröket annak idején megalapította a Fidesz, emlékszem, hogy akkor is egy picit ilyen lekicsinylő mosoly volt, hogy hát ez azért, lássuk be, ez ilyen eléggé szánalmas kis próbálkozás, és elég jól bejött nekik. Tehát, hogy hol vannak az ellenzéknek az ilyen típusú felületei, kezdeményezései? Mert lehet azt mondani, hogy nem szeretnék ebbe a székbe ülni, de hogyha ők uralni fogják ezt a teret, akkor valószínűleg stratégiai előnyre tesznek szert.
foglalkoznak az ő dolgukkal, mi ellenzéki pártok meg a magunk dolgával. Tehát nem hozzájuk képest fogjuk meghatározni ezt. De azért az nem árt, hogyha az ember felméri az ellenfelet, meg hogy milyen körbenéz a csatamező, megnézi, hogy az ellenségnél mi a helyzet. De tudjuk, mi a helyzet az ellenségnél. Át lehet-e engedni ezt a teret? Tibor? Itt szerintem nem átengedésről van szó, tehát az ellenzéknek is megvannak a maga platformjai a Facebookon, meg az interneten. Nyilván most történtek olyan események az elmúlt időszakban, lásd a Szájer botrány egyébként, ez maga a videó szakmailag teljesen jó, tehát ez egy bíztató videó, nyilván a Fidesz szavazó táborának, nyilván akkor a lózungokat mondanak be, vagy mond benne Rátkai Filip, amik már egyre jobban a fideszes tábor is érzi, hogy ez nem igaz a Fideszre, azt a felmérést, amiben kimutatták, hogy a Szájer ügy kapcsán mennyire csalódottak voltak a Fidesz szimpatizánsai, hogy tulajdonképpen bort isznak és vizet prédikálnak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez egy bíztató videó, én nem becsülöm le ennek a hatásosságát, nyilván majd hetek vagy hónapok múlva ezt látni fogjuk, és kellett egy ilyen löket a fideszes tábornak, hiszen például a Szájer ügy, aki egyébként szerintem csak akkor lett volna viccesebb ez az egész, hogyha maga Szájer József mondja föl ezt a monológot a videóban, tehát kell az ő táboruknak a bíztatás. Azt érzik szerintem, hogy kicsit eltűntek az éterben a fideszes szimpatizánsok, talán már nem akkora hévvel adják ki a gondolataikat, viszont arra azért nagyon figyeljünk én szerintem, hogy ne harapózzon el még jobban a hangulat 22-ig, tehát ne ássunk még mélyebb árkokat a társadalomban és az ellenzéki és a fideszes szimpatizánsok között. Ez nagyon fontos lenne. Én azt gondolom, hogy elkezdtek kampányolni, ez egy nagyon komoly lépés az irányba, hogy egyébként fiatalabb csoportokat is megszólítsanak. Az látnivaló, hogy bár nincs aggodalomra oka Orbán Viktornak a tekintetben, hogy a fiatalok körében kicsit gyengécskén áll a Fidesz, mert ez a nem fiatalok körében lévő szavazati hajlandóság még jó sokáig hatalomba tudja őt tartani, de minden esetre azért azt érzékelem, akár a Novák Katalin féle videóban, akár a Rákai Filipnek ebben a mostani színrelépésével, hogy szeretnének megszólítani a közösségi médiákban aktív, fiatalabb korcsoportokat. Az egy más kérdés, hogy Rákai Filip erre alkalmas, de ezt inkább most nem nyitom meg. Meg, hogy a Facebook, mint csatorna alkalmas ezt, szóval, hogy nem tudom, hogy... abszolút alkalmas rá, azt nagyon helyesen látják, hogy nagyon sok minden a közösségi médiában dől el, amerikai elnökválasztás is dőlt már el a Facebookon, tehát hogy fontos, hogy ezt komolyan veszik. Az egy másik kérdés, hogy mivel indokolják, hogy ugye indul ez az új közösségi oldal, ami magyar vállalkozók dobják össze, hogy lehessen ott magyar közösséget építeni egy olyan platformnak kikiáltva, ahol állítólagosan nem lesz cenzúra, mert ugye a Facebookon a cenzúrát problémásnak tekintik, ami zárójeles megjegyzés, hogy tényleg néha követhetetlen a Facebooknak a moderálási elve, de ez egy másik történet, de minden esetre az indokkal indították el ezt az új platformot, hogy itt majd lehet mindenféléről értekezni politikáról, és nem lesz átláthatatlan irányelv a moderálásra vonatkozóan. Azonban tudjuk jól, és a Fidesz ezt iszonyatosan jól használja, hogy a Facebookot kimaxolja. Tehát teljesen jól használják, az Instagramot is nagyon régóta használják, Orbán Viktor nemrég cukiskodott az unokájával, azt megelőzően Novák Katalin cukiskodott a ablakpucolással, megállás nélkül gyártják a kontenteket, tehát egy olyan jól bejáratott platform számukra a Facebook, hogy tulajdonképpen én nem érzem azt, hogy olyan nagyon diszkriminálva lennének ezen a platformon. Ehhez képest most behoztak egy új elemet, Rákai Filip, a közösségépítés, az aktivisták megszólítása, a szavazótábor egybentartása, hát kampányolnak, tehát hogy elindult. Azt hittem, hogy akar mondani valamit. Nem. Sok mindent gondolok. Azért vagyunk itt, hogy ezekről beszélgessünk. Nem feltétlenül, tehát ugye tényleg elindult a kampány. Tehát tudtuk jól, hogy a 2021 egész éve a kampányról fog szólni. Nyilván ennek sok tere lesz, de hogy a kampánystratégiát nem itt fogjuk megbeszélni, azt azért eldöntötték az ellenzéki pártok, hogy nem az ATV stúdiójában fogjuk megbeszélni, akár azt, hogy mit gondolunk a Fidesznek a stratégiájáról, akár, hogy mi lesz erre a saját válaszunk. Tehát azért én inkább csak
figyelek. Számomra már az is informatív lenne, hogyha azt mondanám, hogy erre lesz majd válasz. András, szerintem eleve félreértően kommentált az első reakciómat. Tehát én nem lekicsinyeltem, nem azt mondtam, hogy... Nem, én azt mondtam, hogy annak idején, amikor a polgári körök ötletével előállt a Fidesz... Azt mondtam, András, hogy azzal van, tehát nekinek megvan a maga dolga. És ebben az ellenzéki pártok is tudják, hogy mi a dolguk. Megyünk a saját témánk, a saját stratégiánk mentén, nem a Fideszhez képest fogjuk ezt meghatározni. Mindenki látja, hogy mi történik, tudjuk, milyen erőforrások van ott. Tudjuk jól, hogy amikor a nap végén összegezzük, hogy ott hány ágyú és atombomba van, és hogy itt mi van, akkor hogy állunk, pontosan tudjuk. Ehhez képest próbálunk meg mégiscsak egy jó stratégiát választani. Tibor, csak ha van szerintem, még valami, különben igen, elengedem a dolgot. Tehát, hogyha most a Fidesz létrehoz egy ilyen platformot, akkor nekünk ellenzékieknek miért kellene létrehozni egy másikat? Hiszen pont az lenne a lényeg a 21. században, hogy végre kezdjük el a vitáinkat megbeszélni, meg ütköztetni az érveket. Most ha van egy platform, ahol elszigetelten beszélnek bizonyos témákról, és nincs külső impulzus, létrehozunk egy másikat, ahol szintén elszigetelten beszélnek. Na most ezt a kettőt kellene összehozni. Én szerintem erre alkalmas a Facebook, nyilván a moderálás kérdése az megint egy más tészta, de szerintem ilyen platformra igazából nem lenne szükség. Oké, okay. Politikusok csinálják a politikát. Nem a kormány és az ellenzék közötti párbeszéd éve lesz, abban biztos vagyunk. De jó, egyébként meglátjuk. Az jutott nekem is eszembe, tulajdonképpen volt már magyar Facebook, úgy hívták, hogy IVIV. Igen, igen. Aztán végül is a múlt ködébe veszett. Jó, következő téma talán sokkal fontosabb is, sőt egészen biztos vagyok benne. Egy friss uniós statisztika megmutatta, hogy a magyarok jövedelmének a többségét az élelmiszervásárlás viszi el. Vagyis nem a kultúrára, a szabadidőre, vagy a jóléti kiadásokra fordított összeg, hanem az, hogy a mindennapi betevőt megvegyük. Íme. A magyar háztartások fogyasztása a második legkisebb az Unióban, írja hvg.hu az Eurostat adataira hivatkozva. A magyar háztartások uniós összehasonlításban sokat, kiadásaik 17,3%-át költik élelmiszerre. Az uniós átlag csak 13%, az élen álló Írországban pedig mindössze a lakosság kiadásainak 8,6%-a ment erre a célra. Minél szegényebb egy ország, a kiadások annál nagyobb részét viszi el az étel. A gazdagabb országoknál nagyobb szelet jut a luxusnak tekinthető dolgokra, például szórakozásra, kultúrára. 2019-ben az átlag magyar élelmiszerre 421 000 forintot költött, míg 2010-ben még csak 244 000-et. Ugye az egyik legmegdöbbentőbb tanulsága nekem ennek a az adatsornak az volt, hogy 2010 óta még tovább mélyült a szakadék a szegény magyarok és a gazdag magyarok között. És közben például egy magát családbarátnak mondó kormány van, amelyik elvileg azt segítené, hogy ne legyen anyagi kérdés a gyerekvállalás Magyarországon. Szóval ez nyilvánvaló volt, hogy a különbség az nőtt az elmúlt 10 évben? Ez teljesen nyilvánvaló volt. A 2010-es hatalomra lépése óta a kormány nyíltan vállal egy olyan társadalompolitikát, hogy a szegényektől elvesz és a gazdagabbak fele csoportosít. Az adópolitika így néz ki, a szociálpolitika így néz ki, az egészségpolitika így néz ki. Ez teljesen világosan következik minden lépésükből 2010 óta. Az oktatáspolitika különösen így néz ki. Nagyon szomorúak ezek az adatok, és következik mind abból, amit az elmúlt 10 évben láttunk, abból a rossz kormányzásból, amelynek az a vége, hogy hiába érkezett ide óriási mennyiségű uniós fejlesztési pénz, hiába lehetett volna itt egy valódi fejlesztést elindítani az oktatásban is, meg az egészségügyben is, valójában nem sikerült ezzel az történelmi lehetőséggel élnie a kormánynak, és bizony a neres oligarha csapatot pénzelték, és azon kívül igazán nem foglalkoztak túl sok mindennel. De ebből az következne, hogy az elmúlt 10 évben a magyar társadalom többsége az vesztese volt. Abból a szempontból vesztese is volt, bocsánat, ezt még befejezem az előző gondolathoz hozzáfűzve, hogy ahhoz képest kell szemlélnünk ezt az adatsort, hogy milyen lehetőségek lettek volna. Tehát mi nem éltünk ezzel a lehetőséggel, és ezért egyre-egyre lejjebb csúsztunk. Azért nem volt igazából
jelentős elégedetlensége miatt, mert hogy közben konjunktúra volt, tehát egy picit azért mindenkinek jobb lett, de sokkal jobb is lehetett volna. És hogyha ezért nagyon fontos egy ilyen összehasonlító táblázat, amit most láttunk a felvezetőben, hogy a többi ország hogyan tudott élni ugyanebben a konjunktúrában, ugyanilyen feltételek mellett, sokkal jobban ki tudták használni a lehetőségeiket, és a lakosságot egy jobb léthez hozzásegíteni. Magyarország ebből a szempontból vesztese ennek a 10 évnek. Abszolút, hát csak megnézzük a V4-ek között, már szinte minden mutatóban teljesen utolsók vagyunk, úgyhogy 10-15 évvel ezelőtt torony magasan vezettünk minden gazdasági mutatóban, nem csak itt ebben a 4 országban, hát nem csak a régió országai között, hanem egyébként ámblok nézve a közép-kelet-európai régiót. Nekem ebből a kimutatásból 2 dolog tűnik ki nagyon, az egyik a magyar béreknek a szintje, tehát még mindig iszonyatosan alacsonyak a magyar bérek, nem véletlen az, hogy még mindig rengeteg honfitársunk van külföldön. A másik pedig az, hogy amit el is mondtak, hogy tulajdonképpen egy óriási részt költünk élelmiszerre. És ebben benne van az élelmiszereknek a brutális drágulása. Hát az alapvető élelmiszereknél átlagosan legalább 10%-os emelkedés volt az elmúlt években, tehát hogy és jobb esetekben még kapni egyébként magyar termékeket, mondjuk hagymát, vagy zöldségeket, de rosszabb esetben is ez a leginkább jellemző, már nem is kapunk egyébként magyar élelmiszereket. Igen, de azért az élelmiszer áremelésnek a döntő többsége, vagy áremelkedésnek a döntő többsége az elmúlt 1 évre esett, és abban a járvány elég alaposan. Előtte is bőven nőttek. Tehát már 2017, 18 és 19 elejére is brutális emelkedés volt egyébként az alapvető élelmiszerek tekintetében, úgyhogy igazából itt a táblázatban megjelenő 17%, ez az ugrás, ugye a korábbi az talán ilyen 14 körül volt, ez ennek is betudható, hogy jóval többet kell költeniük, tehát nem azért, mert többet szeretnének, vagy többet fogyasztanak a magyarok, hanem egész egyszerűen többet kell költeni, nagyjából ugyanakkora, vagy arányaiban még kevesebb fizetésből. Enni kell? Az a baj, én már itt évvégére elfáradtam az össznépi szomorkodásban, tehát én nem is tudom, pont a napokban olvastam, talán valamelyik kormánypárti politikustól, vagy lehet, hogy Bagdi Emőkétől, már nem vagyok benne biztos, hogy a magyaroknak van plusz egy szeretett nyelve, az etetés. Ez nincs meg senki másnak. Nem, hogy mi szeretünk etetni másokat. De ez egyébként igaz? Igen, csak eszembe jutott az arányokról. Nyilván nem így van, meg tudom, tehát én is tudom, ismerem a statisztikákat, csak az ember évvégén már ritkán. Megnéztem pont az Eurostatnál, hogy van-e olyan, hogy ilyen érdekes tények gyűjtés, hogy bírta az EU olyat csinálni a statisztikusok, hogy érdekesebb adatokat összeszedni, nem sikerült nekik. És akkor volt egy ilyen része, nem tudom ki... Statisztika nem egy nagyon szórakoztató. De tud nagyon szórakoztató lenni, nem igaz. Én sok statisztikát tanultam meg, ismerek is vicces embereket, akik statisztikát tanítanak, tehát ez tud vicces is lenni, de viszonylag ritkán az. De része volt ennek a cikknek is, hogy mennyit költ egy átlag háztartás per fő prostitúcióra. Önbevallás alapján. És azon gondolkoztam, hogy mi az, aki ezt bevallja? Ez a része. Megpróbáljuk megfejteni a reklámszünet alatt. Néhány perc, és jövünk vissza, maradjanak. Na, hát folytatjuk a műsort. Őrült nehéz dolgom van ma este, azt elmondom itt a szünetben. Bármennyi is próbáltam itt az agyakba plántálni, hogy komoly dolgokról beszélgetünk. A Kipcsak poncsótól kezdve nagyon sok minden előkerült. Úgy tűnik, hogy legalábbis ebben a társaságban már mindenkinek elege van a meglehetősen szörnyű 2020-as évből, és próbálnák elengedni. Megpróbálom nem hagyni őket. Tehát a következő 3 téma sem lesz vidám, még akkor is, hogyha majd megpróbálunk talán egy kicsit az oldott feléről közelíteni a témák felé. Ónodi Molnár Dórával, Tüttő Katával és Nunkovics Tiborral. Na szóval, komolyságot kérek. A következő témánk az, hogy a jövő évi nyugdíjemelésben lesznek olyanok, akiknek a nyugdíjemelés 10 000 forintot jelent majd havonta. És lesznek olyanok, akiknek ennek a 70-szeresét, tehát akár 700 000 forinttal is emelkedhet a nyugdíjuk. Nem havonta, hanem évente, bocsánat. Ez azt jelenti, hogy lesz olyan nyugdíjas, aki 1 év alatt más nyugdíjas társának a nyugdíjemelésének azt a nyugdíjemelést teszi zsebre, vagy kapja meg, amit más nyugdíjas társa
hat és fél év alatt, vagy mondjuk hat év alatt ér el. Ezzel folytatjuk. 2.557.000. Ennyien részesültek tavaly nyugdíjkifizetésből. Ez fejenként átlagosan havi 142.114 forintot jelentett, derül ki a KSH 2019-es adataiból. Jövőre a nyugdíjasok 3%-os infláció követő nyugdíjemelést kapnak, és megkezdődik a 13. havi nyugdíj több lépcsős visszaépítése is. Ezt négy részletben tesszük meg. A 24.hu ezek alapján kiszámolta, hogyan alakulnak majd a nyugdíjak 2021-ben. Egy átlag nyugdíjasnál a 13. havi nyugdíj első heti részlete nagyjából 37.000 forint lesz, ami havi 3.086 forint többletet jelent az esedékes éves nyugdíjemelés mellett. Az átlag nyugdíja kétféle emelés hatására havi 148.134 forintra emelkedik. A szegények és a módosak közötti különbség ugyanakkor tovább nő. Mivel mindenkinek ugyanannyi százalékkal emelik, emiatt a különbségek azok nem úgy csökkennének, hanem nőnek. És a régebbi nyugdíjasok alacsonyabb nyugdíjai azok nem tudnak érdemben annyival emelkedni, hogy ez érezhető legyen nekik. Itt jól látszik, hogy a százalékos nyugdíjemelés következtében egy 28.500 forintos minimál nyugdíjból élő idős alig több mint 10.000 forinttal kap többet jövőre. Még a 2 millióból élő csillagászati nyugdíjasnak akár 700.000 forint plusz is juthat. Ez mintegy 70-szeres különbség. Ez nyilván szomorú, meg lehet azt mondani, hogy igazságtalan, de mondjuk 10-15-20 évvel ezelőtt nem voltak milliós fizetések. Tehát akkor, aki nyugdíjba ment, 200-300 ezer forintos fizetéssel, annak értelemszerűen a dolog természeténél fogva ma a nyugdíja jóval kevesebb, mint aki az elmúlt néhány évben ment nyugdíjba. Lehet ezzel valamit kezdeni? Vagy tudomásul kell venni, hogy lesznek generációk, akik így érik le a nyugdíjas. Régi nyugdíjas, alacsony nyugdíjjal, az elmúlt néhány évben nyugdíjba ment, magas nyugdíjjal. Azért szerintem ezt nem szabadna annyiban hagyni, tehát így ezzel a gondolatmenettel, vagy egy ilyen gondolatmenettel le tudni, hiszen amit láttunk, ugye majdnem 150 ezer forint az átlag nyugdíj. Na de hát az átlag alatt több 100 ezer nyugdíjas van ma Magyarországon. Nem is tudom, azt hiszem, talán több mint fél millió vannak azok, akiknek 100 ezer forint alatti nyugdíja van, és nekik ez az emelés ez még kevesebb lesz. És ők tényleg azon törik a fejüket hónapról hónapra, hogy most akkor a gyógyszert vegyék meg, a rezsit fizessék ki, a rezsiszámlákat, vagy éppen élelmiszert vegyenek maguknak. Holott az lenne a normális, hogy ezek az idős, az egész életüket ledolgozó emberek azt nézzék, hogy mondjuk hogyan tudnak segíteni az unokáknak, vagy hogyan tudnak segíteni a gyerekeiknek. Itt most nálunk Magyarországon ez pont, hogy fordítva történik. A gyerekeknek, unokáknak kell nézni azt, hogy hogyan tudnak segíteni a nyugdíjas szülőknek, nagyszülőknek, és éppen ezért értem, mondja a Jobbik Tibor, már hosszú évek óta. Tehát kibírja, létezik-e az az államháztartás, ami kibírja azt, hogy ezeknek a 100 ezer forint alatti nyugdíjakat felhozni mondjuk 200 ezer forintra. Máshogy kell elosztani. Tehát nem véletlenül mondja a Jobbik már nagyon-nagyon régóta, hosszú-hosszú évek óta, hogy a differenciált nyugdíjemelést kell bevezetni, akár több lépcsőset, ezt vannak olyan gazdasági emberek, akik forintra pontosan ki tudják számolni, hogy ez hogyan lenne ideális, és mégis maradna igazságos azokkal szemben is, akik egyébként magas fizetéssel mentek nyugdíjba, és egy jóval szociálisan érzékenyebb, emberközelibb azokkal szemben, akik egyébként alacsony fizetéssel mentek nyugdíjba, mert nagyon sokan vannak ám Magyarországon olyanok, akik nem volt bejelentett munkahelyük, vagy nem mindig volt bejelentett munkahelyük, na de ők ezt nem azért akarták, mert így akartak több pénzhez jutni, hanem egész egyszerűen a munkavállaló azt mondta, vagy a munkáltató esetleg azt mondta, hogy így tudok neked fizetést biztosítani. Ez sajnos ez régen így működött, ezt a hibát, ezt nekünk kell kijavítani, és ez szerintem a legmegfelelőbb eszköz a differenciált nyugdíjemelés. Jó, hát nyilván a nyugdíjnak a funkcióját kell megérteni, tehát, és akkor tudjuk ezt igazságosabbá tenni. Tehát a nyugdíjnak nem az a funkciója, aki mondjuk megszavaztatott magának egy 5 milliós fizetést valahol, azután a élete végig ehhez mérten kapjon nyugdíjat, hanem úgy az a funkciója a közösségünkben, hogyha valaki már nem tud dolgozni, akkor utána se halljon éhen, hogy tudjon normálisan élni. És nyilván ezekhez kell igazodni a nyugdíjnak. Tehát nem csak a fizetés az egyetlen, meg a befizetett járulék az egyetlen, ami alapján meg kell határozni a nyugdíjat, hanem azt is, hogy egyébként mi az, amiből meg lehet még
élni. Mert ugye pont az a feladata a közösségünkben, hogy nem hagyunk magára senkit ebben. És a fizetés, igen, lehet ebben egy elem. De mindig elfelejtjük, hogy nem az az egy adó, amit fizetünk, amit a munkabérből levonnak, meg a járulék, amit befizetünk. Hanem mindenki, aki mondjuk nem is bevallottam, meg szürkén keres, az is fizet ezerféle más adót. Ő is fizetett egész életében minden vásárlásnál fizet. Áfát, a nyugdíjas is fizet áfát, fizet jövedéki adót, folyamatosan fizet. Persze. Tehát, hogy nem biztos, hogy az az egyetlen kassa, amit fel kell osztani, ez a befizetett nyugdíjkassa, mert ha az a feladata a társadalmunkban, hogy senki ne halljon éhen és meg tudjon élni, akkor ehhez kell igazítani ezt. Most lehet, hogy nem a mai műsor egyetlen nem politikus vendégét kéne kérdeznem, de hogy Dóri, azt te érted-e egyébként szociológiával meglehetősen sokat foglalkozó emberként, hogy miért mondják azt, hogy mégis a Fidesz kormány támogatóinak a döntő többsége az idős emberekből kerül ki? Mikor úgy tűnik, hogy kifejezetten vesztesei annak, ami történik. Hát ennek több oka van. Egy még a visszakapcsolódva az előző kata felvetéséhez annyit hozzátennék, hogy ami nagyon fájón hiányzik, hogy 2010 után, amikor a magánnyugdíj számlákra lecsaptak, és tulajdonképpen egy nagyon fontos reformelemet szedtek ki a korábbi kormányok intézkedése nyomán, és egy fenntartható nyugdíjrendszernek a bástyáját rombolták le, ugye hatalmas összeget vettek el, és költöttek ide-oda-amoda, akkor megígérték, hogy átlátható, transzparens magánszámlákon lehet majd követni a megtakarításainkat, úgynevezett megtakarítási számlán, és azt is megígérték, hogy egy kiszámítható és nem voluntarista, tehát törvény által garantált követéses emelkedéssel számolhatnak majd a nyugdíjasok. Ezzel teljes mértékben adósak maradtak, nem teljesítették ezt a választási ígéretüket azóta sem. Folyamatosan ugye azt lebegtették, hogy a gazdaság teljesítményéhez képest korrigálják a nyugdíjakat, amihol lehetőséget teremtett, hol nem, de ez mindig egy ilyen kiszolgáltatott helyzetet hozott a nyugdíjasok életébe, és most is egy ilyen kedgyakorlásként tűnik ez elő, hogy most alkalmas erre a gazdaság, ezért visszahozzuk a 13. havi nyugdíjat, és létrejön ez a helyzet. És visszatérve a kérdésedhez, azt gondolom, hogy ez sok összetevős történet. Nyilván az, hogy a migráns helyzettel való riogatás az éppen nagyon sok választói csoportban kiváltott egy félelmet, de az idősekben egy fokozott félelmet váltott ki. Másképp fogyasztanak különböző sajtótermékeket, másképp tájékozódnak sokan, egy egészen másképpen jutott el a Fidesz ehhez a választó réteghez, jól megtalálta az ő félelmeiket, jól építette arra, hogy hogyan lehet őket megszólítani, és most egyébként egy olyan dolgot csinál, amit nem tudom, hogy hosszú távon ez bejön-e neki, de nagyon megosztja ezt a... Tehát ez hosszú távon nem lesz ilyen erős bázisa a nyugdíjas társadalom a Fidesznek, mert hogyha ilyen éket ver a nyugdíjasok közé, hogy az egyik társaságnak elszáll a nyugdíja, a másiknak meg sem ennyire nem fog emelkedni, még az inflációt sem fogja követni, akkor az hosszú távon nem fog. Ahhoz nagyon sok migránsozást kell lenyomni az ország torkán, hogy ezt ellensúlyozni lehessen. Röviden a mai utolsó téma, és azt kérem, hogy a filmet azt ne is mutassuk, a felvezetőben elhangzott. Helyes-e és társadalmilag igazságos-e különbséget tenni oltottak és oltatlanok között, hogyha majd társadalmi méretekben is mindenkihez eljuthat a Covid védőoltás. Ez volt ma a nap kérdése, és csak mutassuk meg emlékeztetőül a számokat. A döntő többség azt mondta, hogy nem tartja igazságosnak azt, hogy az oltottaknak többlet jogai legyenek. Az én kérdésem pedig úgy hangzik, hogy nem lehetne ezt az egész kérdést, lehet, hogy nagyon konfrontatív a kérdés, de azzal megoldani, hogy miért nem lehet kötelezővé tenni a Covid elleni védőoltást? Magyarországon vannak kötelező védőoltások, gyermekbénulás ellen például. Ezt mindenki elfogadja, hogy kisgyerekeket be kell oltani. Én egyetértek ezzel. Tehát, hogy szerintem ez egy komoly vívmánya, a kötelező védőoltás. Mit ára számítottam?
Hát most egyelőre csak én beszéltem, még a többiek nem tudom. Én abszolút hiszek, hát nyilván ugye az ember azért elég sokat olvas erről. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy vívmány Magyarországon az, hogy ennyiféle kötelező ingyenes védőoltás van a gyerekeknél. És a Covid kapcsán én azt látom, hogy ez lehet az út. Tehát, hogy ahhoz, hogy újra normálisabban éljünk, ahhoz valószínűleg ez kell. Főleg, hogy látjuk a számokat, hogy mennyien bizonytalanok ezzel kapcsolatban. Kíván-e valaki vitatkozni velünk? Annyira nem, de azért azt elmondanám, hogy abban mindenképp egyetértek, hogy a védőoltások voltak mindig azok, amelyek a világjárványokat megállították. Tehát ez kétség nem fér. Az más kérdés, hogy én szerintem először bizalmat kell építeni az emberekben a védőoltás irányába, és pont ez az... Igor, a védőoltással van baj, vagy a kormányzat iránti bizalommal? Abszolút a kormányzat iránti bizalommal, és az a kommunikáció, amit folytatnak, tehát az, hogy regisztrációhoz és különböző adatoknak a megadásához kötik, ugye, amit itt levélben kiküldtek. Ez csak a cselekvés, tudod. Nyilván, csak nem tudjuk, hogy ez a regisztráció most akkor azt jelenti, hogy az ember biztosan hozzá fog jutni, vagy csak az adataira van szükség. Úgyhogy berendeltek 17,5 millió védőoltást egyébként az Európai Uniótól és az európai gyártóktól, ami azért bőven elég, tehát akkor minek van szükség a regisztrációra, meg minek van szükség egy olyan orosz vakcinának a hazai tesztelésére 3000 emberen, ami az európai gyógyszeripari ügynökségektől egyelőre. Még nem kapta meg a jóváhagyást, mert nem kaptak meg megfelelő dokumentumokat, hogy át tudják ezeket tekinteni. Tehát én illetve mi, a Néppárti Jobbik, mi azt mondjuk, hogy egyrészt ne regisztrálják az embereket, ne legyen egyébként előnye annak, aki beoltatja magát, mert most mi is beoltattuk a gyermekeinket egy teljesen más nem kötelező védőoltással, de nem várom el, hogy neki emiatt bármilyen előnye, vagy nekik bármilyen előnye. Nem lesz beteg, az egy nagy előnye. Nem lesz beteg, így van. Ha ez az egy előnye legyen nyilván. És egyébként egy sokkal bizalmi kommunikációt kell folytatni, fel kell építeni az emberekben azt, hogy bízzanak ezekben a védőoltásokban, és a kormányzat jelenleg abszolút nem ezt csinálja. Dóri, el tudnád fogadni? Hát én azért nem, mert ez a vírus nem egyformán veszélyes mindenkire, tehát nagyon kell koncentrálni arra azokra, akiknek az immunrendszere gyengébb, idősebb, kiszolgált, krónikus betegség, egyebek, őnáluk nagyon fontos, de az, hogy mondjuk egy 30 éves fiatalember, aki egészséges, jól van, az, ha ő saját tehát ő fölvállalja azt a kockázatot, hogy ő nem oltatja be magát, és lesz, ami lesz, akkor ő nála miért kéne listát állítani, igen, meg lista, ugye a spanyolok most listázni fognak, hogy ki az, aki nem, azt mondjuk így nem nagyon tudom megérteni. Az egyén szabadsága. Hát erre valószínűleg azt mondaná egy virológus, hogy a 30 éves is lehet tünetmentes vírushordozó, és összefertőzhet olyanokat. De nem, de hogyha viszont az, aki meg veszélyeztetett és beoltja magát, akkor hiába vírushordozó, akkor az, aki beoltotta magát, az védett általa. De sok veszélyeztetett nem oltható. Tehát ugye mindig azért mondjuk a kötelező védőoltást, mert azokat védjük nagyon, akikre veszélyes, de egyébként nem oldhatóak immunrendszeri problémák miatt, érzékenység miatt. Látjuk, hogy összes... a kismamákat sem lehet például oltani. Nem mindenben lehet látjuk a társadalmi oltani, ellenállást, és ha ezt kötelezővé tennék, akkor én attól félek, hogy még nagyobb ellenállás lenne. A végére azért csak sikerült komoly dolgokról komolyan beszélgetni. Köszönöm szépen Ódodi Molnár Dórának, Tüttő Katának és Nunkovics Tibornak ezt a mai kora estét. Önöknek meg a figyelmet. Minden jót, viszont látásra, holnap Krug Emília lesz majd itt.